Ismét látogatható a korábbi években felújítás alatt álló túrzó palota árva várában. A család ékszerei, egy korabeli vegyi laboratórium, konyha, a Szent Mihály kápolna, több helyiségben korabeli falfestmények, freskók is megtekinthetők, túrzó György nyári lakjaként szolgáló, restaurált vár Árva vára, Szlovákia egyik legkedveltebb turisztikai látványossága Árva váralján, Zsolna megyében található. Az első írásos emlék 1267-ből származik. Árva vidéket természeti látványosságaival, kulturális örökségével, az aktív pihenésre vágyókat egész évben várja. Juraj turzo zomrel u nás na hrade, ale a túrzó család történetét mutatja be a tárlatvezető az Árva Váraljai Szent Mihály Arkangyal Kápolnában. Itt helyezték öröknyugalomra a magyar nádor Túrzó György földi maradványait. Az oltáron kívül érdemes megtekinteni a szonyog és Turzó családok kriptáit. Turzó György ugyan nagy bicsén hunyt el, felesége Erzsébet mégis ide szállította a földi maradványait, mondja a tárlatvezető. Felbecsülhetetlen eszmei értéke van ennek a reneszánszkori női gyűrűnek. A legutóbbi régészeti feltárások során találták a kriptában. Azt, hogy ki volt az ékszer tulajdonosa, egyelőre nem tud tudták megállapítani. Régészek azonban úgy vélik, egykor a nádor felesége Cobor Erzsébet viselte az ékszert. A gyűrűt az utókor számára fennmaradt többi ékszerrel együtt a palota ékszerdobozában egy kiállító helyiségben őrzik. Ünnepélyesen nemesi rangra emelik a vendégeket, Túrzó György Árva Vármegye örökös főispányának Szalonjában. Ez a tárlatvezetés egyik legkülönlegesebb pillanata. Jelenleg csak nem eredeti állapotában várja a látogatóit, a vár legszebb szárnya. 2019-ben nyitottuk újra a rekonstrukciót követően, amelynek során gyönyörű falfestéseket találtunk, mondja a történész. A sasfészekként is emlegetett fellegvár egykor a Magyarország és Lengyelország közt futó kereskedelmi útvonalat védte. A nyári szezonban naponta 2000, évente közel 200 ezer látogatót vonza régészeti, néprajzi, természettudományi és történelmi kiállításokat bemutató vár. Egy telefonos applikáció segítségével hat nyelven, köztük magyarul is meghallgatható a tárlatvezetés. Árva vidéke nem csak történelmi, de természeti szépségei miatt is páratlan élményt nyújt. A látogatókat festői táj és nem mindennapi panoráma várja.